Sziasztok mindenkinek, AAA-K vagyok, és folytassuk a Spear of Destiny-t. Majdnem azt mondta, hogy Wolfenstein 3D, de hát majdnem ugyanaz a játék. Szóval a első titkos pályán hagytuk abba. Nyissunk tüzet. Gyertek már. Igen, egyébként ez azért kellett, hogy meghallják a lövést, csak akkor kijöjjenek. Ez egy eléggé jól működő taktika, meg eléggé elterjedt taktika is egyben. Na, jöjjetek már! Ja, hogy ott állnak az őrök, és addig nem tudnak át... Ah, na, értem. Ez amellett, hogy nehéz a pálya, még hosszadalmas is. Na, basszus, hányan vagytok ti? Bajok lesznek itt, de elég durván. Ja, hogy ott kellett volna jönni? És akkor kevesebb problémánk lenne? Ajaj. Jó, ez valamit kezdenünk kell. Ez így nem jó. Hát bocsánat, hogy sokat mentek, de muszáj lesz. Ez így nem mehet tovább. Ez így nem mehet tovább, de tényleg. Ó, oh, jajajaj, ha mennyien vagytok ti? Te. Na jó, nem is tudom, mit csináljunk most. Nézzük meg a másik oldalt, hát van valami utánpótlás. Hát tisztek azok már vannak, azt látom. De úgy látom, hogy utánpótlás is van. Vállal jó ügynek. Ez igazából több mint a semmi. Lehetne több lőszer is, de hát ez van. Csak egy titkos hely, vagy ilyesmi. Titkos hely az abszolút nincsen. Sajnos, vagy én nem vettem észre. Jó, oké. Ó, hogy itt is van mi? Ó, te! Ja, nagyon rosszul jött ki. Hát én erről miért nem emlékeztem? Miért nem néztem meg eddig? Ó, te... Fiú. Tudom, hogy másnak a szövege, csak hát... Hozzászoktam, hogy már én is használom néha. Úgyhogy nem a másolás kép mondom. Csak már vagy amúgy én is szoktam mondani. Jó van már, ez pont akkor jön. Na kérem szépen, közben azt történt, hogy megint hívtak. Úgyhogy ez a szépen le is lőttek. Úgyhogy töltöttem be újra. Egyébként érdekes módon a Wolfram D véget, és akkor ez nem volt a nagy probléma, hogy mindig telefonáltak volna. Na most így hirtelen Spear of Destiny véget, és akkor így mindig. Szóval nem is értem. Ez eddig a Wolfram D-nél nem állt föl. Fönn. Azért ne essünk túlzásokba. Meg félrejtésekbe. Itt volt egy csomó mutás. Oké, okay, és van itt egy titkos. Ó, de jó, hát ez meg kellett. Ez azért meg kellett. Sok kincs. Azt talán még annyira nem is, de extra élet, meg lőszer. Na hát ez kell. Ez kellett mindenképpen. Nem is tudom, hogy itt hagyjam-e a... Na, fölveszünk inkább, ahogy elfelejtsem aztán. Nem tudom, egyébként mondtam már a Wolfram D-ba is, meg a Spear of Destiny-be is az extra élet is kincsnek számít. Szóval azt ott hagyjuk későbbi problémás időkre, és aztán meg elfelejtjük, akkor hát azért nem lesz 100%-os. Jó van már, mindig pont akkor jön. Szóval ki lenne számítva rend. De jó. Mint a 9 centízben rendesen, hogy pont akkor jön az ellenfél, amikor én is. És pont oda ráadásul. Gyertek.
visszamegyek az utánpótlásért. Így van. Ezt meglő ilyen több száz méteres távolságból. Na jó, talán annyi nem, de... akkor is elég messziről. Jó, mondjuk... azó múlik, én is meg tudom lőni. Ez teljesen véletlenszerű amúgy, hogy... hogy most meg tudod előni közelről vagy sem. Mindig próbálkozni kell. De hol? Hol lőnek? Hol lőnek? 560 ezer oldalról lőnek, ez ki nem állhatom, de tényleg. Ja, ez egyébként ez zárt ajtó, értem. Nem mondjuk erre. Az ellenfél is arra ment. Az próbálkoz csak. Jó, hát remélhetőleg ezt a részt már kivégeztük, szerencsére. Jó sokan voltak itt azért, ezt meg kell hagyni. Jó, oké. Okay. Ja, volt ott élet, ezt mondjuk értük. Kis titkos hely. Egyébként nem emlékeztem rá, hogy itt van titkos, ezt tök véletlenül találtam meg. Jó, az marad. Rosszabb helyzetekre. Na és akkor ez volt a egyik oldal. 8. Jött a másik. Köszönjük szépen. Ezt nem láttátok. Mindkét oldalról, ez az. Szeressük. És mindkét oldalról mutáns. Igen. Kitaláltátok most arra már, hogy én nagyon szeretem a mutáns ellenfeleket iszonyatosan elképesztő módon. Hát meg úgy a SS katonákat is, meg úgy mindent. Az is érdekes, hogy a mutáns ellenfeleket van, hogy így egy lövéssel le tudod teríteni a földre, van, hogy így 150 lövéstől. Csak meg. Ez azért nyilván túlzás volt, de körülbelül annyira kérződik. Na most mindkettő ugyanarra az oldalra jött, vagy mi van? Vagy csak én láttam rosszul? Mindegy. F8, mindenek előtt. Hát tudjátok mit, hogyha már ott hagytok, akkor vegyük fel azt is. Most nem szorolnak érte, hát igen, ez is egy kis időigényes dolog, de hát na, ha már van, akkor használjuk ki. Nem tudom, mi nyomtam meg. Egyébként visszanéztem az előző felvételt az előző résznél, és láttam, hogy a webkamera kép az így magától följebb vitte a brightness-t, a fényerőt, ahogy sötételett, ugye. És ez meglepett, nem tudtam, hogy ilyet is tud. Nem tudom, hogy a Bandicam csinálja ezt, vagy a maga a webkamera. Jaj, ne, ez így nem lesz jó. Még több után, nem szeretem után. Hát főleg most, hogy... honnan? Melyik volt? Honnan vettek? Megjel ketté. Gameplayek között nem... között? Szóval gameplayek alatt nem szoktam annyira... nem beszélni, de hát ezek a mutánsok, ezek eléggé kikezdik a... nem szeretem a mutánsokat, jó? Nem, ezt nem szeretem, egyáltalán nem. Kifejezetten utálom őket. Remélem, meg is szűnnek majd létezni idővel. Ezt a fajta ellenfél sosem szerettem, ez volt a legutáltabb gyakorlatilag. F8. Ilyenek miatt basszus már állandóan. Nem számítasz rá, de úgy fejbe lő, hogy nem igaz. Van egy sejtés, hogy még garázdálkodik itt egy, jó van. Itt jön mögöttem majd. És mindig ugyanannyit vesz le, mindig ugyanúgy lő meg. Ezt elutálom. Ha
van valami, amit utálok a Wolfram D-be, per Spear of Destiny-be, akkor az ez. A mutáns ellenfél, de azt nagyon... És az a probléma, hogy ez még nem minden, ami mutánsokat illeti, majd meglátjátok. Mert ugye a Wolfram D-be megegyük Dr. Shabsot, aki ezeket a mutánsokat kreálja. És ezzel gyakorlatilag megészültetjük a mutánsok felélesztését, úgymond. De hát az a Wolfram D előtt játszódik, itt még azért vannak bőven mutánsok. Sajnos. És itt nem az van, hogy csak a második epizódban vannak, mert ugye itt csak egy epizódban, és itt szerte szét bármelyik pályán lehet. Ugye ez a probléma. Itt is majd itt egy zárt ajtó, nem titkos ajtó. Nem tudom, hogy ilyen, hogy ide milyen kulcs kell. Ezt majd kiderítjük. Visszamegyünk szépen, ezt másik oldalra megyünk. Feltételezem, ez is egy nagyon szívós rész lesz, mert itt is lesznek mutánsok, nem is kevesen. Nem is az, hogy... Ja, hogy úgy, értem. Ez most hol van? Ja, itt van, jól van. Jó, akkor most így még több mutáns, nehogy szeressük szenvedni. Úgy van, még úgyis meglő. Azt hittem egyébként, hogy legalábbis úgy emlékeztem, hogy itt szabályosan lesz így felállítva minél több mutáns. Hát itt ide rakosgatva, még másik oldalra. De nem, szóval szét vannak. Minél nehezebb legyen. Na, hogy továbbra is szeretjük a mutánsokat, meg szinte nem is fogjuk. Őket sem kedvéljük annyira. De talán nem annyira utáljuk őket, mint a mutánsokat. Akkor mindjárt megölnek megint, király. Jó van, köszönöm. Mindig ezek. Százalékkal, hogy? Aha, élet. Ez tuti, hogy láttam is. De nem vett észre. Ez egy nyert ügy. Ha nincs több. Jó, nincs több. Ez egy húzós menet volt. Tök lassan mondom, pedig már amúgy megtettem. Akkor ezek szerint itt még lesznek. Ezzel vigyázni kell, és már megint megbőlnek. Hol élnek ezek tényleg? Ó! Na ezért mindjárt megérte. Jó, ezt meghagyjuk most kivételesen. Megpróbálok nem elfelejteni. Jó, tehát ezért azért érdemes megharcolni. Aztán extra élet. Aha. Még több ajtó. Ha jól emlékszem, itt már nem lesznek mutánsok. Legalábbis remélem, hogy nem lesznek. Viszont sok ilyen alapőr lesz. Azok is elég durvák tudnak amúgy lenni nagyobb csoportokban. Jaj, de majd van még mutáns, jó van. És hát nem jó, na megint lőnek, nem igaz.
Ezek sose bírek abba adni a lövöldözést, szóval. Jó, mondjuk melyik ellenfél nem, de... Úgy van. Itt egy elég érdekes trükk van, hát elég köcsök trükk. Hogy... itt van a kulcs. Azt hinnéd, hogy egy titkos hely mögé van elrejtve. Ami viszont innen látszik. De nem. Mert valójában a... Amit mi akarunk felvenni sára a kulcsot, az kicsit arrébb van, de... Most menjünk el. Az extra élethez, mert most kelleni fog. Mégis jó volt megtartani. Vettünk itt lőszert? Nem, jó van. Ajajajajaj. Ó, lőszer, lőszer. Király. Ezt itt hagyjuk. 8. Ami nem tettük meg. Mert amúgy itt semmi titkos hely vagy ilyesmi nincs. Ez egy elég nagy átverés, mert hát valójában nem ezt kell fölvenni, nem ezt a kulcsot. Hanem ezt. Megmondom ezt, én nem arra emlékeztem, hogy itt lesz. Azt hittem, egy kicsit arrébb lesz, de nem. Szóval ez egy átverés, ami ténylegesen kell nekünk, az itt van. És amit ténylegesen föl tudunk venni. Ezt érdemes hozzáfogni. Jó, ezeket fölveszünk most már. Ja igen, ez is ugye ide vezetett, jól van. Ez az utolsó ajtó, az itt a második volt. Megnyitom az ajtót és egyből, tehát... Ez komoly. Épp, hogy meglátnak, és... Ezt nem hiszem el. Minden most többször nem töltöm vissza. Azért elég jól állunk. Oké, okay, meg vagyunk. Hát megmondom, ezt én fogalmam is, hol van a kék kulcs. Pedig ahhoz a másik olyan... Az a szűkös helyen, ahol láttuk azt a... Meg is mutatom inkább. Szóval itt azt hiszem kék kulcs kell. A továbbításhoz, tehát ehhez az ajtóhoz. Ja nem, sárga, jó van. Azt hittem, hogy a kék kell. Már most félek. Ha csak SS katonák lesznek, az még nem probléma, de hogyha mutánsok is. Persze, hogy lesznek. De miért is nem? Szeretjük őket. Tisztek. Nincs olyan nagy bajom. Ezt a mutánsokkal igen. Ó, itt a kék kulcs. Mondjuk most megmondom őszintén, nem tudom most hirtelen melyik... Szóval, hogy most melyikhez kell a kék kulcs. Akkor valószínűleg a másikhoz, ahol egy másfél órát szenvedtünk. Mondjuk itt is, arról van szó. Most már kell. Hát ugye most már ezek a zárt ajtók, amik itt voltak a pálya elején, most már kinyithatóak. Átjárhatóak, vagy minden. Ha menjünk vissza onnan, ahonnan kezdtük a takarítást. Elég hülye jött ki, elég hülye hangzott. Igen, és azt hiszem ide kellenek a kék kulcsok. Na, itt tuti lesznek még. Szinte biztos. Nem. Akkor az a lift ajtó mögött. Így legyen ötösen alattom, de tényleg. Nagyon jó. Secret tunnel area complete. 15 ezer bónusz. Ja. Hát jó, akkor innen fogjuk majd folytatni. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Hát most csak ennyi fér bele. Ennyi időt emésztett fel ez a titkos pályá. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, írjatok lefele egy kommentet. Mármint le. A komment szekcióba. És akkor találkozunk legközelebbi videóban, vagy legközelebbi részben. Sziasztok! Wow.